Köszöntöm kedves nézőinket, egy különleges történelmi sétára viszem el ma önöket, kalandunk helyszíne pedig az Alcsi Holtisza lesz. És akik segítségünkre lesznek ebben a sétában, Kovács Gyulenné és Békési István, a történelmi séta az Alcsi Holtisza mentén című kiadvány szerzőpárosa, akiket nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönjük szépen! Hát én bevallom őszintén, hogy az interneten követtem most egy ideig, hogy mi történik a városunkban, viszont arról tudtam, hogy ez a kiadvány készülőben van, illetve azt is láttam, hogy pénteken, azaz egy héttel ezelőtt bemutatták a nagy közönségnek, úgyhogy én most itt élőben szívből gratulálok először is ez a kiadványhoz. Köszönjük szépen! És mielőtt folytatnánk és egy kicsit beszélgetnénk a könyvről, azt gondolom, hogy ilyenkor azért fontos megosztani azt, vagy egyáltalán elmondani azt, hogy milyen érzések vannak most önökben. Nem tudom, ki szeretné először megosztani ezeket? Én annyit tudok mondani, hogy én nekem ez csodálatosan nagy élmény. Az a nagy élmény, hogy szinte nap mint nap ma is, meg korábban is, mert karácsony előtt jelent meg a könyv, vagy jött ki a nyomdából, és még friss nyomdaszaga volt, de már jöttek az emberek, és vitték sokasával, mert hogy karácsonyi ajándéknak szánták, és ez a lelkesedés, ez nem szűnt meg. Azóta is, hát tegnap is volt, aki tegnap előtt 10-et vitt, tegnap volt, aki 3-at vitt. Istvánnál is jelennek meg a könyvér. Tehát kell az embereknek ez a könyves, örülnek neki, és ez nekünk nagyon jó érzés. Most lefordulok, hogy akkor milyen érzések fogalmazottak meg, vagy vannak most? Igen, tehát egy olyan utat járunk, hogy kezdtünk el végig Rózsikával, ami mindig úgy mondom, hogy követendő példa mások részére számára. És ugye én megmondom igazat, hogy az elején, ugye nem a kezdetekkor, de már az elején azért sikerült bekapcsolódnom Rózsika kérésére, felkérésére ebbe. Valójában ugye én a vízigazgatóságnál dolgozom, illetve azért gyerekkoromban kajakoztam, és azért érintett vagyok ebbe. Tehát két szálon azért valamódon az Alcsi Holtisza ilyen fontos számomra. De maga a könyvnek a szerkesztése, az mindenképpen rávilágított olyan ismeretanyagra, és ez az érdekesség az egésznek, hogy amit én se tudtam. Tehát, hogy sokkal bővebb az, mint egy normál itt lakó ismerni, egy mondjuk egy Szolnok város lakó, mert egy olyan részét mutatja be az 1075-től kezdve a mai napig, amire én úgy gondolom, hogy a városrésznek, illetve Szolnoknak büszkének kell lenni rá. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak, vagy talán nincs is olyan szolnoki, aki ne ismerné maga az Alcsi Holtisza nevet, vagy illetve ne nőtt volna hozzá. Miért érezték azt, hogy most kell ennek megjelenni? Miért karolták fel magát a területet? Tulajdonképpen az egész gondolat Kertvárosból indult, mégpedig az idősek klubjától, hogy kellene valami kiállításszerűt szervezni Kertvárosnak, Alcsi-szigetnek, és akkor jött az az ötlet, hogy mi ezt felvállaljuk. És ha felvállaltuk, akkor aztán csinálni kell, mert ugye ha a kolompot fölvettük, akkor azt rázni kell. De ahogy jöttek az emberek, és olyan lelkesedéssel hozták a fényképeket, de rengeteg képet, ami be se fért a könyvbe, pedig érdemes lett volna, akkor volt, aki írt, de nem keveset, akkor, de mindezt ilyen belső inspirációból, tehát nem azért, mert könyörgött az ember. Akkor ő leültek, és akkor elmondták, mert ők nem írják le, én írjam le, de ők elmondják, hogy mi az, amire emlékeznek, meg mi az, ami nekik nagyon fontos Alcsi-szigeten. És akkor így gombolyódott tovább ez az egész történelmi szál, meg könyv, meg segítséget kaptunk múzeumtól, levéltártól, úgyhogy ez volt talán az, ami inspirált bennünket. Én nagyon szeretek utazni, ha bár sajnos időutazni nem tudunk, de azt gondolom, hogy egy kicsit menjünk vissza a középkorba. Hogyan lett Ácsiból Alcsi? Ahogy mondtam már, ugye 1075-ben már megtaláljuk végig ezt a nevet, ugye, és nem csak 1075-ben, hanem ha megnézzük a
Árpád-kori időszakot már találnak föl ásatások. 1992-ben történik egy ásatásot Alcsik-szigeten, és ezen az ásatások közben rájönnek arra, hogy találnak régi talsólemezt, és ugye találnak régi úgymond házakat, ahol végül is laktak. Ebben mindenki azt mutatja, hogy az Árpád-ház időszakban ez egy ilyen lakórész volt, és nem csak ott, hanem ugye már 1075-től is betelepítenek végül is 15 családot, és elkezdik lakni végül is ezt a területet. Tehát, hogyha úgy nézzük, 1075-től már lakható terület volt előtte is, de valójában írásos nyoma itt található meg. És utána, ahogy halad az idő, egyre jobban látszódik, hogy majd a 14. században jelenik meg, ez Baggi Károlynak a könyvében látható majd, hogy jelenik meg, mint Ácsi, Alcsi. Tehát mit tudom én, ez az Ácsok, tudni kell, hogy az Ácsok által lakott, és kicsit ez olyan török eredetű szóból hozták ki, és jött ki ez az Ácsi, Alcsi-sziget, Ácsi-szög, tehát mindig ebből jött ki, és ugye ez egy nagyon érdekesítette ezt a részt. Ugye régen nem volt, ez egy lefűződött, nem egy lefűződött holtág volt, hanem egy nyitott végülis holtág, illetve folyószakasz volt, és ugye ennek az egész történetét, hogyha az ember végkíséri, például csak érdekessége, hogy maga a török uralom idejében teljes mértékben kihal az időszak, és utána, amikor bejön ugye a Rákóczi időszak is, elnéptelenedik teljesen, és majd a 1700-es végén kezdenek újból benépesedni, és jellemzően ugye a sószállítás következtében, ugye, illetve a folyón történő gazdálkodás következtében, fa ugye, szállítás következtében próbálják ezeket. És ugye ez nagyon gyors, szépen fölépíti önmagát a 1800-as évek végig, 1920, két világháború után. Tehát magyarul, amit te is mondtál, hogy egy gyönyörű történelmi sétát, ami nevezében mutat 1075-től a mai napig. És azért azt hozzá kell tennem, hogy abszolút minden rendkívül jól dokumentálva van, és be van mutatva a könyvben, tehát erről a talsói lemezről is láthatunk Igen. képet. És ha már itt a törököknél tartunk, egy kicsit ugrunk, mert a török kiűzése utáni időszakról gondoltam, hogy kicsit Igen. beszéljünk, hiszen ilyenkor, ekkor az országban a népességszám kicsit elkezdett növekedni, termőterületekkel lettek. Ez hogyan hatott az Alcsi-szigetre? Tulajdonképpen... ahogy István is mondta, ez az egész terület Alcsi volt. Alcsi, ugye jött az Ács, török Ács szóból, mert ahogy jöttek le a tutajok a Tiszán, hozták az árut, utána itt a tutajokat az Ácsok szétszették. És ez volt a névnek a lényege, és az egész Alcsi az a Millér, Zagyva és a Tisza kanyarulat közötti terület volt, és amikor átvágták ugye a Tiszát, akkor jött létre ez a sziget, de Alcsi az megint megmaradt a Tiszának a jobb partján, és a bal parton ott maradt Alcsi sziget. És ezzel, hogy átvágták, nagyon érdekes, hogy sok öreg még most is azt mondja, hogy az ásott Tisza, az élő Tiszára. Sokan úgy mondják most is, hogy ásott Tisza. Tehát sokáig ez így élt, hogy igazán ez volt az élő Tisza. Egy másik földrajzi név is említésre esik a könyvben, ez pedig Tenyősziget. Ja, igen. Hogyan kapcsolódik ide? Szerintem ezt kevesen tudják egyébként. Tenyősziget az a Holtisza külső partján helyezkedik el, és Szolnokvárosnak igazán ott van a legmagasabb pontja. Hogy miért sziget, ez csak feltételezés. A könyvben is benne van a szerzőnek a neve, sőt a könyvének a címlapját is beletettük, hogy feltétel, hogy ugye ez egy állandóan elöntött terület volt, és van egy pontja, ami nem lett elöntve a Tisza által, és ezért az is sziget. Tehát másért sziget, mint Alcsi-sziget. Számomra a könyvben a kedvenc részek azok, amikor még most is élő emberek mondják el, hogy milyen itt élni, milyen volt itt élni, egészen gyerekkorig megyünk vissza. Karmazin család az egyik, akiknek a történetét megismerjük.
Milyen volt velük dolgozni? Mennyiben segítette a munkát? Karmazin Mária, okay. Szűcsné Karmazin Mária, amikor megtudta, hogy készül ez a könyv, eszméletlen sok fényképet hozott, anyagot hozott, az ő szüleikről is, ez benne van a könyvben, megmondom őszintén, nekem két legkedvesebb fényképem, az egyik a Karmazin néni, ahogy az almafa virággal a kezében, tehát ez a múlt mögötte az almafa, és ő megfogja a virágot, az az öreg néni, ez a múlt jelen és a jövő. Ez az egyik kedvenc képem. A másik a Karmazin mama a piacon. Ahogy a kis portékáját árulja, megmondom őszintén, ez az én gyerekkoromat és az én nagymamámat hozza elő. Ez egy gyönyörű kép én nekem. És a másik, hogy így, hogy a könyv elejétől, a könyv végéig végigkíséri a Karmazin család története a könyvet, és mintha erre fűztük fel, ugye, a Karmazin családra fűztük fel az összekötő láncot, ők alkotják. A végén ugye a Karmazin szülőknek a két, a Karmazin Mária és a fiúknak a története, ugye benne van a könyvben. Ez nekünk egy nagyon szép folyamat, és még egy nagyon fontos, hogy olyan dokumentumokat is megkaptunk, és betettük, ami a levéltárban sincs meg, ilyen borszemle, vagy amikor volt a Szolnok fölött a bombázás, akkor az ő fiúkat a polgármester hazaengedte, mert munkaszolgálaton volt, és ez a levél is benne van, ez nekünk nagyon fontos volt. A múlt jelen és jövő tényleg hangsúlyosan megjelenik a könyvben, és sajnos a mi műsoridőnk nem elég arra, hogy annyit beszéljünk róla, hogy tényleg mindent fölvázoljunk, de azt gondolom, hogy mindenképpen még lesz arra lehetőség, hogy a könyvről beszélgessenek másokkal, és megismerjék a szolnokiak, nem csak szolnokiak. Mi a jövő, mi következik majd most? Még annyit mondanék, amit ugye Rózsika is mondott, hogy mi tetszik neki a könyvből. Én műszaki ember vagyok, és nekem végülis az öntöző hajó, hogyha lehetett mondani. Ahol a Sőregi János ugye a gyerekeket körbeveszi, és egy nagyon régi képek vannak. Ezt tudni kell tényleg csak röviden, hogy 1955-ben, szeptemberében üzembe állítják, első között itt végül is egy ilyen öt párhuzamos csatorna, egy ilyen műszaki emberként, hat ilyen kereszcsatornákkal, ezek még mindig megvannak, és azok a műtárgyak is, csak már ugye olyan állapotban. Visszatérve a kérdésedre, milyen lenne a jövő, én úgy gondolom, hogy ez a dedikáció és könyv bemutató nagyon jól sikerült. Ennek felbuzdulva felvettük a kapcsolatot a Versegi Könyvtárral, és március hónapban a Versegi Teremben lesz egy kiállítás, mert ennek régebben ugye volt egy kiállítás része, az újból bemutatásra kerül, illetve újból maga a könyv az érintetteknek, akik esetleg nem tudtak eljönni, vagy más miatt máshol voltak, az mindenképpen fontos, hogy jöjjenek el, hallgassák meg, és lehet, hogy például ez alkalmat szül arra, amit te is mondtál, hogy esetleg olyanról tudjunk beszélni, ami mondjuk ebben a műsorban nem fér bele, de mégis az eljövő embereket megérdekelheti. Én köszönöm ezt a sok plusz információt, és tényleg gratulálok a kiadványhoz, nagyszerű lett, és további sok sikert, és jó együtt dolgozást kívánok a jövőre nézve. Köszönjük szépen! Még azért egy mondatot, hogy ugye annyi pénzt gyűjtöttünk össze előzetesen, hogy az éppen a nyomdára volt elég. A nyomdai költségek mellett Vince Kálmán ügyvezetőnek köszönhetjük, hogy ő felvállalta, hogy felelős kiadó legyen, nagyon nagy dolog, és ő azt is ígérte, hogy ha szükséges, akkor esetleg megnézi, hogy mennyibe kerülne még után nyomni. És még egy dolgot, hogy ami pénz a könyvek bevételéből összegyűlt, az a Hetényi Kórháznak megy az alapítványára, és valamiféle műszert vesznek, legalábbis a Bene Ildikó
ezt ígérte. Egy csodálatos dolog, egy még csodálatosabb dolgot segít, úgyhogy ezért szerintem külön köszönetet mondhat mindenki, és mi is külön köszönetet mondunk ezért. Most pedig egy kicsit mással folytatjuk, hiszen jártunk a színházban is. Gyerekelőadáson a Spenót Pannát láthatták a legkisebbek. Aztán mi szél hozott erre? Menyasszony nézőbe jöttem, ezennel megkérem a kedves lánya, Anna hercegnő kezét. Jól meggondoltam. Gyerekkorunkban sokat játszottunk együtt, azóta nem találkoztunk. Az a híre, hogy szépséges, csak egy kissé akaratos. Szeretném látni a hercegnőt. Hallottad hírét, hogy miket csinál az én lány? Beszélik erre arra, de magam akarok meggyőződni, hogy valóban olyan kemény diója a kis király kisasszony. Jaj, még annál is keményebb! Nem! Ne zsarolok a rendszeret! Adjatok tejszínabot! Már megint tejszínab nélkül kaptam a reggelim. Hát micsoda ház ez? És tortát akarok, gesztenyéset és mákosat, gumicukrot. Kislányom, kérőd érkezett? Menjen el! Előadást Hedri Mária írta. Gyakorlatilag félig meddig így ránk, vagy hát tudta, hogy mi négyen fogunk csinálni egy gyerekelőadást, és alapvetően elsősorban persze van egy kis egyszerű történet, hogy egy elkényeztetett királylány, főzelékország királya csak édességet hajlandó enni, és aztán jön egy királyfi, aki megpróbálja először szép szóval megkérni, aztán pedig álruhában visszajön, és ő elviszi, hogy Móresre tanítsa ezt a királylányt, és végül is ez meg is történik, és megtanítja a zöldséget nevelni, termeszteni, kapálni, plusz megszeretteti vele, de végül is átvitt értelemben elsősorban alázatra tanítja egy kicsit ezt a lányt, és ennyi maga a történet, amit mi így félig meddig interaktív módon a gyerekek között is mászkálva hajtunk végre. Hova megyünk egyáltalán? Ez nem járja! Én királylány vagyok. Na és a királylányok talán nem a lábukon járnak, hanem a kezükön? Hm? Akarsz inkább kézen állva jönni? Azt is lehet. Szemtelen. Szemtelen. Micsoda silány helyez? Ez az én birtokom. Birtokod? Ez birtok? Te senki! Te éhen kórász! Csak ne olyan indulatosan, kisasszony, még megbánhatja egyszer. Fenyegetsz? Te nyomorult! Megmondalak apámnak! Hiszen tisztelt édesapád adott oda nekem. Haza akarok lenni! Rigó, Jancsi, takarom! Ez az én házikom, ott a te hálóhelyed, itt fogunk lakni. Kettő szerepet játszom, vagyok a Borbála, a szakácsné a királyi udvarban, aki mindent elkövet, hogy a király kisasszony zöldségeket és főzelékeket egyen, nem sikerül. És másik szerepem pedig a Bibir Csók, aki mikor elkerül a király kisasszony a játszint kertészhez, királyfihoz, akkor megpróbálom ezt áthúzni, és hogy én azon vagyok, hogy ne sikerüljön, hogy a kisasszony megegye a zöldségeket, és az édességeket fogyassza, a cukrot, pillecukrot, gumicukrot. Tehát egy ilyen tudathasadásos szereplő, aki hol a zöldségek szeretetére, hol az édességek szeretetére próbálja. Ez szerintem nagyon fontos mondani valója van, hisz tudom abból is, hogy nekem is van gyerekem, és ő is a cukorkák, az nagyon, nagyon megy, a zöldségek nem annyira. Hozzáteszem, a spenótot én se szeretem, inkább a soskát, de nagyon fontos, igen, hogy ne csak édességeket fogyasszanak a gyerekek, hanem szeressék meg a zöldségeket. Éhes vagyok! Éhen halok! Fúj! Hát, ha akadik valami haraktívan! Ez csak víz. Hey. Ott egy cukor! Csacko! Ez meg üres! Lássuk! Biztos, hogy itt valami a házban. Jé! Itt egy kályó! Ez üres. Segítség! Segítség! Itt van egy medve! Segítség!
cukor? Mi ez? Ja, a tegnapi palacsinta spenóttal. Fúj! Mondjuk, még soha nem kóstoltam spenótot. Hoztam egy másik figurát itt a történetben, mert én is kettő szerepet játszom. Egyrészt én vagyok ennek a torta zabáló hercegnőnek a bolond apja, elég bolondos, kicsit olyan. És a másik szerepem pedig ő, Balambér, a medve. Nagyon szeretik a gyerekek. Én tartottam tőle az elején, hogy félni fognak. Hát bejön egy, majd látjátok a jelmezt teljes egészében, bejön egy effektív, egy medve. És mondom, ezek ha nem... De hát olyan barátságos lett a feje szerintem. Úgy. Nézd, hoztam egy vendéget. Maradj a közelében, érted? Vigyázz rá, de ne ijeszd meg. Most megszolgálhatod, hogy megmentettem az életedet. Mutatkozz be szépen a gyerekeknek. Ő Balambér, az én házi maci. Én egy királyfit játszom, aki ugye megkéri ennek a lánynak a kezét. Aztán ugye amikor kiderül, hogy ez a lány a cukrok és a torták rabja, akkor én áruhát öltve visszajövök, és aztán úgy is megkérem a kezét, de az a furcsa csavar van a történetben, hogy én mégis elviszem magammal, hogy majd megjavítom. És akkor, mivel én egy kertészt játszom, áruhás kertészként jövök vissza, aki zöldségeket termel, tehát veteményes kertet tart fent. Szóval a gyerekeket interaktív módon bevonva, akik játsszák az különböző zöldségeket, 7 vagy 8 féle zöldségfajtát, a történet úgy alakul, hogy ezáltal nevelődik a király kisasszony arra, hogy igenis az egészséges táplálkozás az mennyire fontos, de azért ezen túl a mesének azért a hagyományos mesei szerkezettől talán ennyivel el is emelkedik. Túl ezen még van olyan üzenete, hogy a hűség és a barátság fogalmát is egy kicsit napirendre veszi. Csodálatos látni mindig, amikor hogy a gyerekek hogy reagálnak, de itt meg aztán abszolút kiderül, hogy néha, amikor a boszorkány előveszi a cukorkát, akkor ritka az, hogy valakinek felcsillan a szeme, de hogy addigra annyira mennek már a történettel, hogy például rendszeresen elkezdenek nekem kiabálni, hogy ne vegyél belőle, igen, mérgező, igen. Ne edd meg, meg a spenót finom, meg, tehát amiket ők is hallanak, meg tanulnak otthon, meg már megpróbálták velük is megszeretetni, folyamatosan végigélik, vagy mondjuk van egy olyan, hogy én odaszólok hátra az Attilának, hogy horkolj, és ők elkezdenek mind horkolni. Tehát, hogy ahogy ez még főleg a kisebb korosztálynak készült elsősorban, és ahogy ők a mesébe így hajlandóak részt venni, számomra ez az egyik lenyűgöző dolog. A másik meg az, hogy mivel kimegyünk hozzájuk, és köztük is mászkálunk, ahogy az ilyen csoda. Tehát, hogy emlékszem magamra, ahogy néztem volna 4 évesen, ha valaki ilyen gyönyörű ruhába odajött volna mellém, és ott láttam volna élőben, és hogy ez egyszerűen ez a másik momentum számomra.
A harmadik meg, hogy Klaudiára, mint boszorkányra, ahogy... Hát ez, engem nagyon nem szeretnek. Tehát hát akkor? Igen, amikor bejövök, eleve egy kicsit félnek, tehát mindig van sajnos egy-két gyermek, aki sírva fakad, megijed, és nagyon nem szeretnek, és kiabálnak. Ilyen aréna hangulat van gyakorlatilag. De nagyon hálás szerep egyébként, tehát én például nagyon szeretek gonoszat vagy rosszat játszani, mert valahogy hálás. Nem áll hozzám közel, de szeretem. Szeretem. Itt az előleg. Tessék! Nekem ezt nem szabad! Ugyan? Hát ki tiltotta meg? Az a... Azt hiszem, hogy ezt én is elmondhatom, hogy gyerekeknek játszani mindig borzasztó, úgymond hálás, mert ugye rajtuk rögtön lemérhető, hogyha unatkoznak, vagy hogyha érdeklődnek, akkor azt mi a színpadon érezzük, hogy őket most leköti-e, vagy nem, vagy mocorognak, vagy beszélgetnek. Úgyhogy azonnal lemérhető. Az a fajta gyermeki őszinteség az mindenképpen visszahat a színpadra is. És ez nagyon érdekes, mert ilyetén formán teljesen különbözik a felnőtt közönségtől. Édesapám! Nagyon János, tehát Istenem, kérdés, olvadó cukrot, de ez ilyen maga, gyere, az hiszem. Édesapám, nem kérek se olvadós cukrot, se tejszínabot, spenót pannal nevem, és az ebédet én készítettem. Te! Állj fel a bolondját! Komolyan beszéltem! Nagyon jó a gyerekeknek játszani. Egyszerűen olyan közvetlen a kontaktus, meg hát itt vagyunk ugye a színműhelyben, ami eleve egy nagyon ritka közeliséget ad, és hát nem tudom, szinte olyan, mintha otthon valami gyerekszobába játszanánk velük, tehát nem is előadás vagy színdarab történne. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm, hogy ma is nézték a Kultúrkorzót, várjuk jövő héten is Önöket, viszontlátásra!